Báróber Gusztáv lánya Berganna nászútjára az Orient Express-szel utazott. Férjével a német származású lovaggal rögtön a mennyegző után felültek a luxusvonatra Bécsben, és elindultak a felejthetetlen mesés utazásra. Hát a történelem könyvek is mesélnek már erről a luxusvonatról, ami nyugat-keleti irányban szelte át az európai kontinenst, Párizs, illetve Konstantinápoly között teremtett vasúti összeköttetést. A történet nagyjából 150 évvel ezelőtt indult, amikor is egy belga befektető, George Nagelmaker volt az, aki elhatározta, hogy Európában is be kellene vezetni egy luxus körülmények között történő utazást, felgyorsítva az egyes települések közötti közlekedést. Tudni kell, hogy ő az amerikai példát vette mintaként, ugyanis erre az időre, tehát az 1870-es évek elejére már megtörtént az USA-ban a nyugat-keleti irányú vasútépítés, vagyis New Yorktól egészen San Franciscoig el lehetett jutni vonattal, viszont ez az utazás több napon keresztül tartott, és ahhoz, hogy az utasok ezt megfelelő kényelemben éljék meg, úgynevezett hálókocsikat is igénybe kellett venni. És Európában ebben az időszakban egyáltalán nem volt még elterjedve a hálókocsis utazás. Ilyen nagy távolságokat mindig úgy tettek meg a vonatok, hogy mondjuk Párizsból elment a vonat Bécsbe, ami majdnem több mint egy napot vett igénybe, és az utasok szállodában pihentek meg, és úgy mentek tovább. George Nagelmakernek ez az újítása, hogy hálókocsikat hozott az európai kontinensre, és kezdetben csak Nyugat-Európa nagyvárosai között működik ez a társaság. Majd 1876-ban történik, hogy a belga király is beszáll a fő részvényesek közé, és ekkor már távolabbi területek meghódítását is tervbe vették. Ami hátráltatta a vasútnak és ezeknek a hosszú utazásoknak a kivitelezését, hogy a 19. század második felében épülnek Kelet-Európában a vasútvonalak. Erről beszéltünk már korábban, hogy itt a Győr-Sopron közötti összeköttetés is 1876-ban valósult meg, de az Osztrák-Magyar Monarchiától keletre található országokban is döntően nyugati pénzből, nyugati befektetők pénzéből, de megépül a vasúti összeköttetés, és igazából ennek lesz majd egy olyan hozománya, hogy nem csak az áruszállítás tekintetében, hanem a személyszállítás, a kirándulások tekintetében is meghatározó lesz. 1883 nyarán volt az első útja az Orient Expressnek, ami Párizsból egy körülbelül 3200 kilométeres túra volt Konstantinápolyig. Nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy a törökök 1453-ban elfoglalták Konstantinápolyt és Isztambul néven az Oszmán Birodalom fővárosává tették, a korabeli sajtó nem Isztambulként, hanem még mindig Konstantinápolyként emlegeti a települést. Az útvonal az évek során rengeteget változott. Az 1883-as útvonalat úgy kell elképzelniük, hogy Párizsból indult a szerelvény. Az első megálló Strasbourgban volt, azt követően Stuttgartban, Münchenben, Bécsben, Pozsonyban, Budapesten, majd azt követően Szeged, Temesvár, Bukarest és Várna állomásokon állt meg, és Várnából hajóval lehetett eljutni magába, Konstantinápolyba. Ennek oka az, hogy az 1888-ban adták csak át a Nis-Szófia Konstantinápoly vonalat, és csak 1888-tól lehet akkor teljesen vasúton eljutni Konstantinápolyba. Az indulás évében egyébként az utazásnak a hossza az 83 órát vett igénybe, és a mai értékre átszámolva egy Párizstól Konstantinápolyig vezető útnak a költsége ellátással együtt 1,2 millió forintba került körülbelül. Ez csak az odaút volt. Csak az odaút, igen, csak az odaút volt annyi. Mit adott az Orient Express az embereknek? Hát mindenféle, olyan, mintha egy szalomba ülne az ember. Tehát luxus kivitelű utazást kínált. A vonat úgy nézett ki, hogy a mozdonyt követően podgyászkocsi, azt követően hálókocsi, szalon, illetve étkezőkocsi, háló és podgyászkocsi, amiből állt a maga a szerelvény, és általában a podgyászkocsiknak a számát mindig az határozta meg, hogy az adott utazásra mennyi utas vételezett jegyet.
Az út kapcsán és a magának az Orient Express kapcsán érdemes és fontos elmondani még, hogy abban az időszakban, a 19. század végéről beszélünk, a leggyorsabb közlekedési eszköznek számított. És egyrészt hívták az Orient Express-t a királyok vonatának és a vonatok királyának, és ennek oka mindegyiket meg lehet magyarázni. A vonatok királya értelemszerűen azért, mert gyorsasabban, luxusban tudta teljesíteni az útvonalat, és csak első osztályú jegyet lehetett rávenni, nem volt másodosztály. A másik kifejezés pedig, hogy a királyok vonata, hogy számos főnemes, uralkodó utazott a vonattal. Például a bolgár fejedelemről azt is tudni lehet, hogy ő például a bolgár szakaszon saját maga vezette magát a mozdonyt. Tehát nagyon lelkes volt Ferdinánd bolgár fejedelem, nagy vasútpártoló volt, és több alkalommal lejegyezték az újságírók, hogy maga a fejedelem vezette a szerelvényt. Azt lehet tudni, hogy miért pont Orient Expressnek hívták a szerelvényt? Úgy magyarázta a Nagelmacher úr ezt a kifejezést, hogy igazából nyugat orientálódjon kelet felé, ez mint egy kulturális és gazdasági összekötő kapost legyen Európa két úgynevezett végpontja között. És hát igazából ez a kifejezés akkoriban a luxusnak a luxusát jelentette. Még annyit hozzátennék, hogy az általunk vizsgált időszakban az Orient Express ekkor érte a fénykorát. Az 1890 és 1914 közötti időszakra mondják azt a történészek, vasúttörténészek, akik ezzel a témával foglalkoznak, hogy az Orient Express aranykora volt. Utazott az Orient Expressen Ráboközi, egy nemes asszony. Hogyan került az Orient Expressre a hölgy, illetve hát kivel utazott és miért? Nagyon érdekes a dolog, ugyanis a korabeli újságok csak annyit írtak erről a hölgyről, hogy az esküvőjét követően Konstantinápolyba utazott. És 7 évvel ezelőtt, amikor nekem is megjelent a témában a Bergusztár című könyvem, nem is gondoltam bele, hogy ennek az elcsípett mondatnak lehet valami komolyabb jelentősége, és így évekkel később kezdtem el azon gondolkodni, évekkel később persze. A közelmúltban kezdtem el gondolkodni, hogy hát vajon hogyan juthatott el Bergusztár legkisebb lánya, Berg Anna Konstantinápolyba. Berg Annáról azt kell tudni, hogy ő itt Kapuváron 1875-ben született, és 1899-ben egy német lovakhoz, Erich von Arnimhoz ment feleségül. Az eljegyzést 1899. január 15-én itt a kapuvári Eszterházi kastélyban tartották, majd 3 hónappal később, 1899. április 19-én a császárvárosban, Bécsben, a Dorottya templomban volt az esküvő, azt követően pedig a korszak legújabb, legdrágább, legfényűzőbb hoteljában, a Hotel Bristolban volt a lakodalom. Az újságok erről részletesen beszámolnak, kapuvári küldöttség volt jelen a kapuvárnak az értelmisége, de még kapuvári ruhába öltözött menyecskék is voltak hivatalosak erre a rendezvényre, és az újság annyit ír, hogy az esti vonattal az ifjú pár elutazik Nászútra Konstantinápolyba, és hát így jött a dolog évekkel később, utána kellene nézni, hogy hát vajon hogyan lehetett elutazni. Sikerült az interneten Orient Express menetrendet találni, és hát az újságban közölt időpont, illetve az Orient Express menetrendjén lévő időpontnak a dátumai, a számai teljesen megegyeztek, úgyhogy így sikerült fényderíteni arra, hogy a Rábaközből például a Berg Anna, a Berg Mimi bárónő és az ő lovak férje így jutottak el Konstantinápolyba. Megtörtént ugye a fényes esküvő, elmentek Nászútra az Orient Express-szel Konstantinápolyba. Csodát látott, hiszen azért az ottani kultúra teljesen más volt, mint az itteni kultúra. Pontosan, tehát sajnos feljegyzések hiány nem tudunk pontosan beszámolni arról, hogy ők mit láttak és mit láthattak. Nagyjából 1-2 hetet tölthettek a településen, ezt is csak onnan tudjuk kikövetkeztetni, mert az újságok megírták, mikor elutaztak, és beszámoltak arról is, hogy már visszatértek Kapuvárra, mármint az ifjú párról beszélek.
Hát egyértelműen egy teljesen más világ tárulhatott az ő szemük elé, hiszen egy teljesen más kultúra, egy teljesen más közösség bontakozott ki, és hát azért Konstantinápolyban, Isztambulban ma is azért, ha az ember jár, akkor megelevenedik a történelem az embernek a szeme előtt. Ők is valószínű láthatták a régi erődnek a falait, az Hagia Szófiát, a nagy mecsetet és számos olyan építményt, ami már több száz éve jelen volt a településen. Hát a családról annyit tudok még elmondani, hogy a mézesetekről visszatértek Kapuvárra, de életvitelszerűen nem itt a Rába közben, hanem a Krippstein nevezetű német településen éltek, egy csodavilágban, egy hegyek által szegélyezett, csodálatos festői szépségű helyen, egy óriási kastélyban, melynek az oldalából vízesés csobog, olyan, mintha egy mesekönyvet látnánk. Maga olyan az épület és az építmény. Több alkalommal jártak Kapuváron, erről általában beszámolt a sajtó, mikor meglátogatták az itt élőket, viszont ténylegesen életvitelszerűen német területen éltek, illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy a család mindegyik tagja, mindegyik férfi tagja a II. Világháborúban harcolt. Berg Annának és Erich von Arnimnak három fiúgyermeke született, és mind a három fiúgyermek és az édesapa is az életét adta a II. Világháborúban. Annáról mit lehet tudni? Annáról azt tudjuk, hogy azt követően német, illetve osztrák területen is élt, Ausztriában, Würgl-ben bekövetkezett haláláig. Köszönöm a beszélgetést. Szívesen.